Újvidéken 17 iskolai rendőr gondoskodik a diákok biztonságáról, 17 általános és 12 középiskolában. Hatáskörük az iskola épületének és udvarának a felügyelete. A mi paramétereink szerint az iskolákban egyre jobb a biztonsági helyzet. Természetesen soha sem lehetünk teljesen megelégedve, egyes városrészekben és a külvárosban akadnak olyan iskolák, ahol ez még gondot jelent. Ha viszont a rendőrséggel való együttműködésről beszélünk, nagyon meg vagyunk elégedve. Pillanatnyilag csak 17 rendőrünk van 29 iskolára, ez nagyon kevés. A nyilvánosság előtt azonban már bizonyára ismert, hogy Újvidéken eleve kevés a rendőr. Több mint 300 gyakornokunk van, akik jövőre állnak munkába. Ezek közül kiválasztjuk azokat, akik érdeklődnek az iskolai rendőrállás után. Gondot jelent az, hogy gyakran az iskolák mellett történnek incidensek, és ekkor negatív értelemben beszélnek arról az iskoláról. Ez történt a gépészeti és az építészeti szakközépiskolákkal is, pedig az érintettek nem is ezekbe az iskolákba jártak. Az illetékesek fő céljai közé tartozik a kiskorú diákok biztonságáról való gondoskodás az iskolai épületében és környékén. Egyes esetekben azonban nem egyértelmű, mikor vette kezdetét a bántalmazás, és kinek a hatáskörébe tartozik az incidens pontos helyszíne. Az eset 2012. novemberében történt, amikor egy kiskorú, aki az építészeti szakközépiskolába jár, hatszor megszúrt egy 19 és egy 22 éves fiút. Az incidens a gépészeti szakközépiskolában történt, amely határos az építészetivel. Nagy port kavart a nyilvánosságban az az adat, hogy a kiskorú elkövetőt hónapokon át zaklatták az áldozatok, és a fiú csak ezután folyamodott erőszakhoz. Nem egyértelmű, hogy ez az eset, valamint előzményei iskolai erőszaknak számítanak-e vagy sem. Az erőszakos cselekedetek folyamatosan gyarapodtak az elmúlt 5 évben. Évről évre egyre rosszabb a helyzet. Szerintem a rendszerbeli megoldás több dolgot foglalna magába. A serdülők, vagyis az idősebb kiskorúak elleni büntető eljárások megszigorítását, legyen ez társadalmi munka, a szülők bírságolása, vagy akár az elkövetők megbüntetése. Az adatok között látszólagos az ellentmondás. Az illetékesek megítélései szerint az iskolákban csökken az erőszak, más helyeken viszont egyre növekszik. A klinikai pszichológus elmondta, hiába foglalkoznak az elkövetőkkel vagy az áldozatokkal, ha a kezelés után visszakerülnek eredeti környezetükbe, és ismét átveszik a már megszokott viselkedésformákat.